Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. 4 éve jelentek meg a Prosperitáti Alapítvány első pályázatai. Már a 200-at is meghaladta a tüdőgyulladást okozó új koronavírus halálos áldozatainak száma Kínában. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével tárgyalt ma Belgrádban Alexander Vučić. Éjfélkor megszűnik az Egyesült Királyság EU-s tagsága. Akreditálták a Prosperitáti Alapítvány online gazdaképzésének anyagát, így a sikeresen vizsgázó gazdák tanúsítványt kaphatnak tudásukról. Az újabb képzési kör hamarosan kezdődik, jelentkezni holnaptól lehet. A témában tartott mai sajtótájékoztatón az elmúlt 4 évet is értékelték a megszólalók. A Prosperitáti Alapítvány első pályázatai ugyanis pontosan 4 évvel ezelőtt jelentek meg. Óriási várakozás előzte meg 4 évvel ezelőtt a Prosperitáti Alapítvány első pályázati csomagjának megjelenését. Ez alapjaiban megmozgatta a vajdasági magyarság életét, új lehetőséget teremtett a szülőföldön való megmaradáshoz, értékelt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Hozzátette, a 4 év visszaigazolta az elvárásokat, az egzisztencia teremtés pedig a nemzetpolitika új eszköze lett. Egészen biztos, hogy ezt a programot tovább kívánjuk vinni, megvannak ennek a föltételei, megvannak ennek a lehetőségei, a mögötte levő politikai szándék, a mögötte levő költségvetési lehetőség Magyarország részéről. A dolgok mostani állása szerint úgy látom, hogy megvan ehhez a hosszú távú nyitottság itt Szerbián belül is, ami nagyon fontos. A következő időszakban fontosnak tartják a már meglévő vállalkozások útjának segítését, egyebek mellett képzési lehetőségek biztosításával. Ennek részeként megtörtént az online gazdaképzés 23 moduljának akkreditálása. 5 témakörben akkreditáltattuk azokat az anyagokat, azt a 23 képzési modult, amely elkészült. A Szent István Egyetem szakemberei, illetve a hazai, az Entai Prosperitáti Alapítvány által bevont szakemberek közreműködésére elkészült anyagot. Akreditáltottuk 5 témakörben, egy államilag elismert engedélyeztetett képzés és 4 engedélyeztetett képzés tud elindulni. A témakörök kiterjednek a növényvédelemre, a méhészetre, a talajerő és vízgazdálkodásra, a gépesítésre és a mezőgazdasági növénytermesztésre. Aki ezeket a képzéseket sikeresen elvégzi, elismervényt kap. Az okmányt a lebonyolító Prosciencia Naturae Alapítvány állítja ki. Azok, akik már elvégezték az eddig fönnlévő anyagokat, azt el lehet most ismertetni utólag, akik pedig nem csinálták ezt meg, azok megtalálják a felületen az akkreditált képzések csomagokat, és azokat a nulláról, a kezdettől is elvégezhetik. Követni kell a fejlődést. A szakemberek pontosan elmondják, hogy mi a jó termés előfeltétele, és mit kell a gazdának tennie. Az online gazdaképzésnek az elmúlt időszakban több mint 800 egyéni hallgatója volt, és több mint 3000 sikeresen lezárt modult tartanak számon. A képzés eddig az integrációs folyamatban résztvevő gazdák részére volt nyitott, ezt hamarosan kibővítik minden prosperitátis mezőgazdasági termelőre, később pedig minden vajdasági gazdára. A következő jelentkezési időszak februárban lesz. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az igazgatóbizottság mandátuma lejárt. Az új összetételben csak minimális személyi változás történt. A tavaly elhunyt Földi Márta helyére Schneider Sára Ildikó közgazdász, az Újvidéki Európa Kollégium igazgatója került. A Prosperitáti Alapítvány sajtótájékoztatóját teljes terjedelmében a késő esti híradónkat követően tekinthetik meg.
már a 200-at is meghaladta a tüdőgyulladást okozó új koronavírus halálos áldozatainak száma Kínában. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzeté nyilvánította csütörtökön a tüdőgyulladás járványt. Már 20 más országban is diagnosztizálták a vírust. 213-ra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma, és mintegy 10 000-re a fertőzöttek péntekre virradóra Kínában, közölte a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítésében. A járvány kitörése óta ez volt az egy nap alatt regisztrált legtöbb haláleset. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzeté nyilvánította csütörtökön az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás járványt. Szerbiában és Magyarországon eddig nem mutatták ki a koronavírust. Ennek ellenére sokakat már a tünetek apró jelei is megfélemlítenek. Naponta akár 100-an is hívják Szerbiában a koronavírussal kapcsolatban létrehozott SOS vonalat, közölték az illetékesek. Kao prvo, mislim da se možemo još uvek u Srbiji opustiti. Ne treba da brinemo previše. Ti simptomi koji imamo ovde u Srbiji, ako kašljemo, kijamo, ako imamo temperaturu, zapravo nema nikakve verovatnoće da je to posljedica novog koronavirusa. Ali ako bismo bili u kontaktu sa pacijentima koji imaju potvrđenu infekciju sa koronavirusom i ako se razviju ti simptomi, zapravo bismo trebali odmah pozvati zdravstvenu službu. Kínán kívül a járványnak nem volt halálos áldozata, de 20-nál több országban már 100-nál is több beteget tartanak nyilván. Peking együttműködik a WHO-val és más országokkal, hogy fenntartsák a globális és regionális egészségügyi biztonságot. Legutóbb Rómában bizonyult koronavírus fertőzöttnek 2 kínai turista. Az Egészségügyi Világszervezet szerbiai illetékesei szerint egyelőre nincs ok különösebb védőintézkedések bevezetésére a lakosság körében. Elegendő az alapvető higiéniai szabályok betartása, a gyakori kézmosás és a zsebkendő használata. Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzs állt fel a koronavírus elleni védekezés érdekében Magyarországon, közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A testületnek olyan szakemberek a tagjai, akik segíteni fognak a védekezésben, mondta a kormányfő hangsúlyozva. Most nincs baj, de lehet. Ezért a dolgot komolyan kell venni. Hozzátette, pánikot nem szabad kelteni, de bagatellizálni sem lehet. Két év után, hanem Josep Borrellel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével tárgyalt ma Belgrádban Alexander Vučić szerb államfő. A találkozó egyik fő témája a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd folytatása volt. Amennyiben ez a folyamat pozitív irányt vesz, akkor abban az Európai Unió is fontos közvetítői szerepet kell, hogy betöltsön, hangzott el a két politikus közös sajtótájékoztatóján. Od sutra čini mi se da Evropska unija više neće imati 28, već 27 članica. Holnaptól 28 helyett már csak 27 tagja lesz az Európai Uniónak. Bízok benne, hogy Szerbia lesz majd a jövőben a 28. tagállam, mondta Alexander Vučić a Josep Borrellel való találkozóját követő közös sajtótájékoztatón. A szerb államfő hozzátette, hogy ennek megvalósulása érdekében azonban sokat kell még tenni, amit nehezen kieszközölt megállapodások követnek majd a jövőben. Господин Borrell je danas ponovio ono što Evropska unija u bezbroj navrata govorila, to je da bez rešenja u dijalogu sa Prištinom evropska perspektiva Srbije svakako neće biti izvesna. I to ljudi u Srbiji treba da znaju i treba da čuju. Vučić hozzátette, hogy Belgrád készen áll a párbeszéd folytatására, amennyiben Pristina visszavonja a szerb árura kiszabott 100%-os vámokat. Emellett arra is emlékeztetett, hogy a brüsszeli egyezmény óta 2480 nap telt el, az albán fél pedig azóta sem teljesítette egyetlen feladatát, vagyis hogy Koszovóban megalakuljon a szerb községek közössége. Ezzel ellentétben Szerbia minden kötelezettségének eleget tett, mondta Vučić. Borrell ezzel a témával kapcsolatban azt mondta, hogy a Belgrád és Pristina közötti párbeszédnek folytatódnia kell, ebben pedig az Unió továbbiakban is közvetítői szerepet kell, hogy betöltsön.
A végső eredmény azonban csak is az albán és a szerb fél megegyezésétől függhet. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o prigodnosti da se da Evropska unija nominuje jednog predstavnika, posebnog predsjednika koji će pomoći u posredovanju ovog dijaloga, zato što verujem da će to biti zaista on biti veoma angažovan, a ja nisam siguran da imam dovoljno vremena da mogu onoliko da se angažujem i da poguram nastavak tih dialoga. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy először látogatott el a régióba. Ezt pedig azért is tartotta fontosnak, mert a Nyugat-Balkán Európához tartozik, sőt az Európai Unió részévé kell, hogy váljon. Ana Brnabicjal is tárgyalt ma Belgrádban Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A szerb kormányfő hangsúlyozta, hogy Szerbia elszántan halad az uniós tagság felé vezető úton, és az ehhez szükséges reformok végrehajtásán is dolgozik. Josep Borrell elismerően beszélte az eddig tapasztalt előrelépésekről, főként Szerbia gazdasági reformjainak eredményeiről vélekedett pozitívan, amely szerinte főként a szerb kormány erőfeszítéseinek, illetve az innovációs technológiák alkalmazásának is köszönhető. Az EU-s politikus a nap folyamán Ivica Dačić szerb külügyminiszterrel is tárgyalt. Nagy beruházások támogatásáról szóló szerződéseket írt alá 22 község illetékese a Báni Palotában Újvidéken. A tartományi kormány és az önkormányzatok 23 fejlesztésre vonatkozó támogatást hitelesítettek. A topolyai és kishegyesi szennyvíztisztító kiépítésének támogatása kiemelt figyelmet kapott. Támogatásban részesítették a víz- és energiagazdálkodást, helyi és regionális gazdasági fejlesztéseket, oktatási intézmények fejlesztését érintő projekteket. Márko Lázic kishegyes polgármestere két nagy beruházásról szóló szerződést írt alá. A szennyvízgyűjtő kiépítésére 217 millió dinárt, még a szennyvíztisztító munkálatainak befejezéséhez 278 millió dinárt irányzott elő a tartományi kormány. Prečistač je počeo da se radi pre 4 meseca. Sad kad raspisemo javnu nabavku ide glavni magistralni kolektor. To jedno bez drugog ne može. Guramo dalje i kanalizacijnu mrežu tokom sljedeće godine da počnemo da radimo, tako da zaokružimo ceo sistem kanalizacije opštine Maliđiš. A topolyai szennyvíztisztító telep kiépítésének második szakaszára 150 millió dinárt kapott az önkormányzat. Kislinder Gábor, Topolya polgármester elmondta, biztosítottak az építkezéshez szükséges eszközök. Ma már a Topolyán ezzel kapcsolatban a főkollektorása része, ami körülbelül már ott 80 millió dinárt tesz ki, az folyamatban van a második részére, és úgy gondolom, hogy elkészülnek a tervek, és egy sikeres pályázat kapcsán jövőre, legkésőbb 21 elejére össze tudjuk azt a rendszert is rakni. Igor Mirovics a tartományi kormány elnöke kiemelte, az idei év a felújítások és a fejlesztések éve lesz. Započinjemo jedan novi investicioni ciklus samo preko uprave za kapitalna ulaganja i preko udruženih sredstava lokalnih samouprava investiraćemo nešto više od 3 milijarde i 900 miliona dinara u odnosu na ove ugovore koje ćemo danas dodeliti. Mirovics hozzátette, idén befejezik a Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Színház tér felújítását, valamint megkezdődhet a tevékenység a Vajdasági RTV újonnan épített székházában. Ünnepélyes keretek között avatták fel az Óbecsei Samu Mihály általános iskola felújított tornatermét. A tartományi oktatási titkárság támogatásából az öltözők rendbetételére is jutott pénz. A tervek szerint az udvari sportpályák aszfaltozása és a mosdók felújítása is sorra kerül. Boldogan kosöröznek a diákok az Óbecsei Samu Mihály általános iskola felújított tornatermében. A tanulók szerint egészen más a tornaórák hangulata, mióta megújult a tornaterem. Nagyon boldog vagyok, amikor tudom, hogy tornaóra fog következni, mert egy ilyen szép és új és ilyen friss tornaterem fog várni rám. Jako lepo, ima tu draž, kad radimo fizičko, tako da jako lepo i dobro. Én ugye most vagyok 8. osztályos, és nagyon örülök, hogy az iskoláknak egy nagy álma vált ebben valóra,
és nagyon örülök, hogy még néhány hónapig élvezhetem ezt a csodálatos termet. A tornaterem és az öltözők felújítása 2,5 millió dinárba került, de számos kisebb értékű beruházást is elvégeztek az iskolában. A technikateremben is újítások történtek, mert a Magyar Nemzeti Tanástól is kaptunk tavaly 80 ezer dinárban értékben, vásároltunk padokat és székeket, azon kívül még kaptunk a Magyar Nemzeti Tanástól 310 ezer dinárt, amiben pedig felújítottuk a bejárati ajtókat. A tornatermet ma ünnepélyes is felavatták. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár a tervekről is beszélt. A digitális felszereltségét próbáljuk javítani az iskoláinknak, oktatási intézményeinknek. Ennek érdekében okostáblákat szerzünk be, most már tudjuk azt, hogy mindenki kap a tartományban. Itt Túlbecsén 15 ilyen okostábla került kiosztásra. 11 intézmény, oktatási intézmény mindegyike kap ebből, ahol kihelyezett tagozatok vannak, ott még azok is. A Samu Mihály Általános Iskolában hamarosan az udvari sportpályák aszfaltozása és a mosdók felújítása is sorra kerül. Az Egyesült Királyság éjféltől nem lesz tagja többi az Európai Uniónak. Az Egyesült Királyság 47 évet és egy hónapot töltött az Európai Közösség, majd utódja az Európai Unió tagországaként. Az EU történetében még nem volt példa teljes jogú tagország távozására. Éjféltől kezdetét vesz egy 11 hónapos átmeneti időszak az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonyában. Szakértők szerint azonban kevés azonnali változás lesz tapasztalható, ugyanis december 31-ig érvényben marad az uniós törvények többsége. A kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok és családtagjaik továbbra is az országban maradhatnak, és szociális biztonságuk sem kerül veszélybe. 5 év után igényelhető lesz az állandó tartózkodás is. Az Európai Unió tisztségviselői továbbra is bizakodóak a tömörülés jövőjét illetően. Our experience has taught us that strength does not lie in splendid isolation, but in our unique union. Továbbra is engedélyezett marad a be- és kiutazás. A bevándorlási szabályozás azonban jövő évtől változik. A brit kormány új bevándorlási rendszert tervez. Charles Michel, az Európai Parlament elnöke kiemelte, hogy az uniónak jelentős erényei, erős értékei és szabadságai vannak. And I think that more than ever we have to think how is it possible to use more the tools we have. How is it possible to be more efficient? How is it possible to deliver more for the citizens, for all the European citizens? Az Egyesült Királyságban 2016-ban tartottak népszavazást az Európai Unióból való kilépésről. Országos szinten a választók 52%-a szerint adta le voksát az EU-ból való kilépés mellett. David Cameron a népszavazást követően lemondott, majd az őt követő Theresa May is távozott a kormány és a konzervatív párt éléről. Boris Johnson vezetése alatt a párt újra többséget szerzett, a Brexit folyamata pedig a végére ért. Most pedig lássuk, mivel foglalkozunk még a híradóban. Több kórház és látogatási tilalmat vezetett be. Dominic Thiem lesz Novák Djokovic ellenfele az Australian Open vasárnapi fináléjában. Vajdaság több közkórházában is látogatási tilalmat rendeltek el. Szabadkán, Topolyán és Zentán is szigorúan korlátozzák az egészségügyi intézménybe belépők számát. A zentai közkórházban meghatározatlan ideig látogatási tilalmat rendeltek el. A tilalmat a Nagykikindai Közegészségügyi Intézmény utasítására vezették be a légúti megbetegedések megnövekedett száma miatt. Ezzel az intézkedéssel a kórházban lábadozó betegeket védik a további fertőzésektől. Ahogyan azt önök is láthatják, a kórház kapuja zárva van. A páciensek csak hiteles utalóval juthatnak be a kórház területére. A látogatók a betegek csomagjait a portán tehetik le.
Stábunk a kórháznál érdeklődött az odaérkezőktől, hogy hogyan vélekednek a látogatási tilalomról. A betegek számukra jó, mert nem kapják meg a fertőzést, de a látogatók meg nem bírnak a hozzátartozók vinni semmit a látogatóknak. A kórház bejáratánál is jól látható az értesítés a tilalom bevezetéséről. Véleménye szerint fontos-e ez, hogy látogatási tilalom van ilyen influenza járvány idején? Igen, indokolt mindenféleképpen. Indokolt. A kórház igazgatóját telefonon értük utol, aki elmondta, hogy a Nagykikindai Közegészségügyi Intézmény ajánlására vezették be a látogatási tilalmat. Az intézmény figyelemmel kíséri a légúti megbetegedések megjelenését és gyakoriságát, és amint szükségesnek érzi, a körzetéhez tartozó objektumokban elrendeli a látogatás felfüggesztését az ott tartózkodó betegek védelmének érdekében. A Zentai Közkórház igazgatója azt is elmondta, hogy amint az illetékes szer feloldja a tilalmat, újra megnyitják a kórház kapuit. Jovica Mojszilovics pópa az idei Magyar Kanizsai Szent Száva ünnepségen arról beszélt, hogy a szépségnek vissza kell térnie Szent Szávához. Úgy fogalmazott, hogy a valamivel több mint 10 év alatt, amióta a szerb kanizsán van, sajnos több alkalommal láthatta egyének vesztét, akiknek szerb nevük van, de kicsit sem érzik magukat szerbnek. A vallási vezető szerint ez azért történt meg, mert egy gram agyuk sincs, vagy a házastársi ágyak miatt elfelejtették, kik voltak a szüleik és a testvéreik. Példaként hozta fel, hogy fennállt a veszélye 10 évvel ezelőtt a szerb kanizsán a pravoszláv egyház megszűnésének, ahogy ez 45 éve megtörtént a szerb Martonoson és 8 éve a szerb Horgoson. De ezt szorgos munkával elkerülték. A pópa Szent Száva nevét viselő helyi egyesületet is bírálta. Szerinte a vezetésének vissza kellene vonulnia és olyanoknak átadni a helyet, akik valóban ismerik a szerb kultúrát, vallást. A szervezet elnökének a Velebiti Szanyeloncsárt ajánlotta. A pópa azt mondta, az önkormányzat képviselői, a nemzettársai és a nem nemzettársai ne játszanak a nemzet érzéseivel. Péter király szobrának visszaállításával kapcsolatban kijelentette, nem találták ki a langyos vizet, azt hozzák vissza, ami volt. Azt meg kell valósítani, anélkül nincs őszinte megbékélés. Ja srbin nisam iz Srpske Kanjiže, ja sam srbin iz Šajkaške. I ono što smo se dogovorili kao ljudi pre sad već 7-8 meseci, da ćemo vratiti spomenik kralju Petru, to mora da se uradi. Ako ne budete ispunili vaše reči, onda ste vi neljudi. A ćete imati spomenik u centru sela, u centru grada, kao što imate jarbol srpski. I neće biti spomenik, kako smo ga zamislili, od metar i po dva, neće biti od 10 metara. Pa ćete ga svi morati gledati. Zato zadnje upozorenje, iskoristio sam ovu priliku i više vas neću upozoravati. Határolódjon el a szerb haladó párt Magyar Kanizsai Községi Szervezete attól a stílustól, hangnemtől és politikai üzenettől, amelyet Jovica Mojszilovics pópa az idei Magyar Kanizsai Szent Száva ünnepségen közvetített. Áll a Vajdasági Magyar Szövetség Magyar Kanizsai Községi Szervezetének közleményében. Véleményük szerint mindenkit megsértett a Magyar Kanizsai Pravoszláv pap 2020. január 27-i beszédében, amikor saját vallási és nemzeti álláspontját hirdette, fenyegetőzött, nemzeti türelmetlenséget szított és megbélyegezte azokat a szerbeket, akiket nem tart kellőképpen elkötelezettnek, írja a VMS Magyar Kanizsai Szervezete. Először szerveztek nemzetközi borászati, valamint a zöldség és gyümölcs termesztői vásárt Belgrádban. Az Agro Belgrade 2020 elnevezésű rendezvényen több mint 500 kiállító vett részt az ország minden részéről. A látogatók a legmodernebb gépekkel és a legújabb termelési irányokkal is megismerkedhettek.
Az Agrobelgrád 2020 elnevezésű rendezvény a szervezők állítása szerint abban különbözik a korábban tartott mezőgazdasági vásároktól, hogy a termelők nem csak kiállíthatják termékeiket, hanem jelentős szakmai konferenciákon vehetnek részt. Új technológiákat, új növényfajtákat és növényvédelmi intézkedéseket ismerhetnek meg. Branislav Nedimovics mezőgazdasági miniszter a megnyitón rámutatott, az Újvidéki mellett igenis szükség van egy belgrádi mezőgazdasági vására is, hiszen Belgrád nem csak a városközpontból áll. Posle Vojvodine, drugo mesto u Srbiji, gde imate najviše poljoprivrednog zemljišta koje je slobodno, koje je neiskorišćeno, upravo se nalazi tu oko nas. Na 20-30 km oko nas. A vásáron az élelmiszerek mellett a legmodernebb mezőgazdasági járműveket is megtekinthetik és megvásárolhatják az érdeklődők. Az Észak-Vajdasági Földműves Egyesület tagjait azonban inkább az újítások, mint a gépek érdekelték. Én úgy érzem, hogy én nem jöttem hiába, tapasztalatokat szereztem, az, ami engem érdekel, jégháló, öntözés, stb. Tápanyagutánpótlás, az itt minden megtanálható, és én úgy érzem, hogy én nem jöttem hiába erre a kiállításra. A legkeresettebbek a biotermékek voltak, a gyümölcs és zöldségtermesztők elmondták, évről évre nő a vegyszermentes növények iránti kereslet. Bavimo se proizvodnjom od šumskog voća, proizvodnja sirupa, matičnih sokova, sušenog voća, pasterizovanih pečurki, meda itd. Sve na prirodan način, tradicionalni kao što su naše bake pravile. Az Agrobelgrád 2020 szombaton is várja a látogatókat a belgrádi vásárcsarnokban. A szervezők várakozása szerint pedig jövőre ugyancsak megszervezik a rendezvényt, amikor még több kiállítót és még több látogatót várnak. 200 éve lépett fel Liszt Ferenc az Écskai Lázár kastély avató ünnepségén. Erre az alkalomra emlékezve szervezték meg a Nagybecskereki Népszínházban azt a hangversenyt, melynek vendége Hegedűs Endre magyarországi zongoraművész és felesége Katalin volt. Nem mindennapi élményben volt részük a nagybecskereki zenekedvelőknek. Bach, Schubert, Bartók Béla és Liszt Ferenc műveit hallhatták Hegedűs Endre, magyarországi zongoraművész és felesége Katalin előadásában. Ebben a gyönyörű kis színházban ma este sok-sok kedves magyarnak, magyar szívnek, szívből zongoráztuk. Zongoráztunk és beszéltem is a darabok közt. Nekem nagyon nagy boldogság, hiszen a muzsika az olyan, hogy önmagában elhervad. Otthon, még ha készre is gyakoroltam azt a darabot sok-sok munkával, úgy marad élő, úgy marad élményszerű ismét és ismét, hogyha minél többekkel megoszthatjuk. Nagybecskereken a komoly zenének egykor nagy hagyománya volt. Nem véletlen, hogy Liszt Ferenc az Écskai fellépése után később ellátogatott Nagybecskerekre is, ahol a polgári kaszinó is vendégül látta. Ez egy olyan este volt, ahol tényleg meg tudtuk ünnepelni azt a nagy eseményt, hogy nálunk volt Liszt Ferenc, és 20 év után még egyszer itt volt direkt Becskereken. Nagyon köszönjük Julian a nővérnek, őt a jó Isten vezérelte hozzánk, hogy ezt meg tudta szervezni. Sok fiatal most volt először egy komoly zenei hangversenyen. Nagyon szép volt, és nagyon mélyen meg is hatott. Szerintem mindenkit, nem csak a zenészeket és aki élt a zenéhez, hanem mindenkit a szívem mélyén egy kicsit meghatott, és volt olyan szám, amit ő is megkönnyezett. Az esemény megálmodója és főszervezője Koncz Julianna nővér, a Szatmári Karolina Katolikus Leánykollégium vezetője volt. Mi ezt Écskán szerettük volna megrendezni az eredeti környezetben, de erre nem volt anyagi fedezetünk, úgyhogy megelégedtünk avval, hogy elhozzuk ezt akkor Nagybecskerekre, ez is nagyon jó környezet, és hát én így ismertem Endréjéket, ezért megmertem őket szólítani, tudtam, hogy ha eljön, akkor nem fog csalódást okozni az itteni közönségnek, és a művészet tisztaságát fogja nekünk átadni. A hangversenyt a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus Liszt Ferenc Ave Maria című művének előadásával zárta.
Néhány szó az időjárásról. A mainál is melegebb időjárásra készülhetünk a hétvégén. A meteorológusok előrejelzése szerint szombaton túlnyomóan napos időre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 16-18 fok lesz. A várakozásoknak megfelelően megdőlt a napi melegrekord Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján Drávaszabolcsban 16,7 fokot mutatott a hőmérő. A tavaszias időt követően kedd szerda a környékén viszont markáns hidegfront érkezése körvonalazódik. Dominic Thiem lesz Novak Djokovic ellenfele az Australian Open vasárnapi fináléjában. Az osztrák teniszező ma nagy csatában 3-6, 6-4, 7-6, 7-6-ra verte a német Alexander Zverevet, így bejutott a döntőbe. Novak Djokovic címvédőként 8. bajnoki serlegére hajt az Australian Openen. Érdekesség, hogy a szerb játékos Melbourneben eddig egyetlen döntőt sem veszített el. Djokovic mérlege 7 meccsen, 7 győzelem. Eddig tartott a híradó, műsorunk végén érkezzenek még egyszer a nap legfontosabb hírei röviden. 4 éve jelentek meg a Prosperitáti Alapítvány első pályázatai. Már a 200-at is meghaladta a tüdőgyulladást okozó új koronavírus halálos áldozatainak száma Kínában. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével tárgyalt ma Belgrádban Alexander Vučić. Éjfélkor megszűnik az Egyesült Királyság EU-s tagsága. Köszönjük figyelmüket, böngészszék honlapunkat, a pannonrtv.com-ot, ugyanis ott még több hír és információ várja önöket, és bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a 91,5-ön a Pannon Presszó, míg a Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok várják a hallgatókat. Itt a televízióban most az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája, a Bánfi család című magyar dokumentumfilm következik. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!